Sziasztok, jó estét kívánok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig a Karantén Vlog, és hát ezt itt a Pesti TV most utoljára mondom el, úgyhogy igyekeztem kevésbé lendületesen, de megígérem nektek, hogy amennyire lehet nem szomorkodni fogunk, hanem szokás szerint beleállni a történésekbe, és hát ahogy az elején kezdtük, közel két éve Szalai Szilárddal és Dezse Balázzsal ülünk itt, úgyhogy most nincsen vendég, mert Ragács András operatőr ismét megfutamodott, ahogy ezt már tette korábban, vele majd csak a sajtópereken találkozunk, de a srácokkal itt vagyunk, és hát ahogy ezt kezdtük, mielőtt belecsapnánk, ahogy ígértem, a kemény politizálásba. Hát nehéz útelágazás. Igen, akkor kezdjük azzal, hogy ugye lassan két éve csináltuk ezt a történetet, és bár ugye mindenkinek megvan a saját stílusa, azért itt a Karantén Vlogban ebben a 45... Szilárdot kivéve. Itt azért mindenki alkalmazkodott ehhez a stílushoz és történethez, de hát ezért volt, hogy kicsit nehezebben kezdtük ezt az egészet. Mégis valahogy kiforrott, és nagyon furcsa is most utoljára itt ülni, úgyhogy természetesen teljesen véletlenül ülünk itt feketében mindannyian. Ez véletlenül így alakul, de hát srácok, azért közel két év alatt sok mindent megbeszéltünk, kibeszéltünk, és hát azért kaptak itt tőlünk rendesen a fiúk, lányok. Hát én bízom abban, hogy most ez a fekete esztrek teljesen véletlen, és hogy alapvetően ne gyászoljunk, meg egyrészt nincs is miért gyászolnunk, mert hát ezért az elmúlt másfél év, meg ugye veletek is, mondjuk, amit még a kedves nézők nem láttak, csak a pesti srácokon olvashattak annak idején, ezért elég sok idő áll mögöttünk, és szerintem letettünk annyit az asztalra, hogy semmi okunk nincsen arra, hogy búcsúzkodjunk, vagy gyászoljunk, vagy bármit is sajnáljunk, mert szerintem mindent megtettünk mindenféle ügy érdekében, és kihoztuk a lehető legtöbbet, tehát hogy az ennyi volt az, a lehető ilyenkor mit kell mondani, de hogy azért remélem, hogy nem egy, nyilván itt a ebben a stúdióban, itt így ebben a formában a búcsú pillanata, de hát én nagyon reménykedek benne, hogy ez nem egy ilyen végleges dolog lesz. De hát én sokat tanultam ebben a műsorban a fejekről, például többek között, ugye, hogy kinek milyen feje van, és egyébként egy nagyon sok... Ugye azért nekünk, nem tudom, hogy Szilárd nevében is beszéltek el, inkább nem. Hát még a végén, akartam még a végén mondani, igen. Hogy nekem alapvetően a Karantén Vlog már, hogy nem csak ez a műsor, hanem amit te is csinálsz, az mindig nekem egy ilyen politikai muníció volt valahol. Tehát azért elég sokszor, heti, többször, több műsorban, néha előtte máshol is. Ugye, hát egyébként volt olyan is, tehát hogy szerintem ezzel semmi baj nincs, illetve az észrevételeit továbbítottam a kedves nézőknek, hallgatóknak, stb. De hogy azért szerintem a Karantén Vlog nem csak a kedves nézőknek, hanem nekünk is, meg azoknak is, akik a politikával napi szinten foglalkoznak valamilyen szinten, vagy mennek műsorba, és meg kell mondani a dolgokat, egy muníciót szolgáltatott, úgyhogy Gergő, mi ezt köszönjük szépen neked, meg hogy ennek a műsornak a részesei lehettünk, én nagyon élveztem, és hogy remélem, hogy folytatjuk. Így van. Még akkor is, ha a Szilárd is ott van, még akkor is belemegyek. Várját, azt mondtam, hogy a nevembe viszont ne beszélj, úgyhogy majd még ezt... Hát nem azt mondom, hogy majd még leboltoljuk, hogy én belemegyek, hogyha te nem mész bele, az a te dolgod, hát nekem aztán... De hát itt beszélgettük az elején, hogy most akkor lesz szomorkodás, nem lesz szomorkodás, és nyilván azt nem lehet elpanástolni, hogy azért valamennyire rosszul érinti az ember, de tényleg azért ez az elmúlt másfél-két év, az maga az, hogy ez megvolt, ez egy kiváló dolog volt, és gondolom, hogy ezt meg kell köszönnünk minden nézőnek, hogy mert elsősorban ugye ti nézők tettétek lehetővé azt, hogy mi itt ülhettünk ebben a másfél-két évben, úgyhogy köszönjük szépen, meg hát köszönöm nektek is, srácok, hogy itt ebben az igen színvonalas társaságban helyjel közzel töltöttem ezt a ezt a két évet. Nagyon szuper volt, és tényleg remélem, hogy még valamilyen formában ez majd működőképes lesz a jövőben. De egyébként volt ennek ilyen mindenféle szinten értelme, tehát hogy azon túl, amit az előbb elmondtam, hogy nyilván ezért muníciót adott, én például megkedveltem a Szilárdot. Tehát, hogy ez nagyon nehéz és rögös út volt, amin végig kellett mennem, de hogy megkedveltem. Még olyan is volt itt az elmúlt másfél évben, hogy összeültünk és együtt NHL-eztünk. Tehát, hogy ez hogy fordulhatott volna elő, hogyha nincsen ez a műsor? Igen, és itt ugye Szernemmel sokat beszéltünk a Galéribe Szilveszter vezetésével, hogy azért ez a másfél-két év ez hogyan telt el, és hát ugye ott is együtt ültünk, kiegészülve
ki is az Jabokor Gáborral, igen. Ja. Az az, az a pufi srácra gondolsz? Igen, a jugoszláv butha. Na jó, legalább most ne szidjuk szegény. Úgyhogy szóval vannak ilyen részletek, amiket nyilván a nézők nem tudnak, nem látnak, sőt lehet, hogy nem is érdekli őket. És biztos, hogy jobb, hogy nem látják. Igen, és néhány ilyenről nem is szeretnék beszélni, ellenben arról igen, hogy minden egyes alkalommal, mielőtt elindult volna az élő adás, 3 és 2 másodperccel az indulás előtt, mindig szivattatok valamivel, hogy mondjam ki azt, hogy Pesti Galeri, vagy valami, hát ha elrontom, és ez egyszer majdnem egyet bejött. Egyetlen végre elhangzott ebben a műsorban. Igen, amikor elfelejtettem a saját műsorom címét, és akkor így ültem, aztán a végén valahogy beugrott, hogy ez a Pesti Galeri, hanem a karantén, úgyhogy voltak ilyen... Ilyen szempontból nem vagy egy túl jó fej, se haver, sem műsorvezető, mert legalább itt az utolsó alkalommal úgy kellett volna csinálnod, mint hogyha bedöltél volna, mert hogy most is próbálkoztunk vele. Mi lehetett volna a legrosszabb, ami történik? És tegyük fel ezt a kérdést. Nem jött össze, legalább egy kicsit kedvezhettél volna az állandó vendégeidnek, nem jött össze, ezt majd megbeszéljük is. De egyébként furcsa ez a pillanat, mert megmondom őszintén, hogy az első műsor előtt nyilván most is akkor izgultam, és most legalább úgy izgulok, mert nagyon nehéz így most ebben a közegben, vagy ebben az utolsó műsorban így megszólalni, úgyhogy menjünk vissza ahhoz, amit értünk, tehát hagyjuk az érzelmességet, mert mindenki el fog kapcsolni. Úgyhogy inkább rátérünk arra, amivel ma még készültünk, mert hát itt volt nekünk a DK, és abból egy kedves kis etűdöt összeállítottunk. Akkor most megmutatom nektek, hogy hogyan is adóztatja meg Orbán Viktor a nagy cégeket. Van ugye egy Orbán nevű miniszterelnökünk, aki most kivet egy új adót. Bizony, itt jönnek a képbe a nagy cégek, vagyis a multik. Mit csinál az új adó hatására a nagy cég? Árat emel. És bizony, itt jössz a képbe te, kedves magyar állampolgár, vagyis mindannyian, mert hogy ennek az egész áremelésnek a végén bizony mi vagyunk, te vagy, aki majd ezt az egészet jól megfizeted. Hát. És akkor ne hányjunk sugárban. Mennyire undorító, igazi kommunista levezetés volt, és persze pont a lényeg maradt ki, hogy kiket adóztatnak meg, ezek meg itt fésztorla berajzolgatják, mennyire aljadék dolog ez. Proli Olgi, megint rossz lóra tettél, de te vagy a független objektív, aki képes ezt elmondani, lerajzolgatni, és ezt valamelyik pártársad is ugyanúgy megtette, és ti pofáztok adóemelésekről, miközben most árstopp van, nálatok mi lenne? Emlékszünk, a gáz 3-szorosára, az áram duplájára emelkedett, amíg ti regnáltatok, ha lehet ezt annak nevezni. Hogy menjetek a fenébe, ezért kár volt filctollat venni. Annyira gusztustalan ez a csapat, hogy talán még rá tud tenni a kis haveratok Szarató Gergely. Demokratikus koalíció azt szeretné, ha írásos nyoma lenne annak, hogy Orbán Viktor törvénytelen kormánya szándékosan szolgáltatja ki hazánkat Oroszországnak. Szégyen, hogy az Orbán kormány nem is törekszik az energiafüggetlenségre, és szembe megy a magyar emberek akaratával és a nemzeti érdekkel. És akkor maradjunk higgadtak. Hát a fenéket. Te hangyás sümfejű, vörös proletár, te hergelő bajnok, Szarató Gergely. Hogy van pofád arról beszélni, hogy törvénytelen a kormány? Mi lett volna a jó megoldás, ha ti, a kisebbség, jó bolsevik szokás szerint megkapjátok a vezetésre a lehetőséget? Tényleg azt hiszed, hogy még mindig 1919-ben vagy 45-ben vagyunk? Hát milyen emberek vagytok ti? Ti mondjátok azt, hogy szembe megy az emberek többségének akaratával a kormány? Hát milyen hülyeséget beszélsz már megint? Tudod, az a baj, hogy nem tudjátok elfogadni, hogy ez a helyzet. És képesek vagytok továbbra is belehazudni mindenkinek a szemébe, de ezt már tényleg csak az a maroknyi söpredék hiszi el nektek, akiket még mindig irányítani tudtok. Te cúszlák haverja vagy, úgy is viselkedsz, mehetsz a fenébe. Talán jobb is, hogy elvágtuk itt a vlogból a részletet, de Arató Geri feledőített, és egy kicsit talán más most a nagy érzelmeskedés után belecsapni ebbe a történetbe, de azért, amikor tegnap megláttam ezt a Kálmán Olgás levezetést, akkor nagyon dühös lettem. Tehát, hogy egyből nem az van, hogy most azért tartsunk össze, várhatunk még azért itt a kampányjal, hanem egyből elkezdenek egy ilyen nagyon átlátszó, nagyon gusztustalan kis kiccel embereket hergelni, hogy ez természetesen majd te fizeted meg. Hát pont ez lenne a lényeg, hogy nem. És mondjuk a magát az eleganciáját, ezt tovább vinném én is, hogy milyen szép és látványos megoldás
az, hogy oda felskicceli, hogy a cégök majd hogyan fognak átterhelni. Erre emlékeztet? Szürtájkolni. Igen, az adófizetése. Na mindegy, de hogy egyrészt ez egy nagyon elegáns, másrészt meg milyen fiatalos, meg dinamikus volt, hogy ment alatt ez a kis TikTok zene, ami ott ment, és akkor ott levezette, és akkor megszakértette a független objektív újságíró, hogy ma most aztán mind meghaltok. De hát azért gondoljunk már vissza, hogy milyen volt a főnökének a válságkezelése egyrészt. Másrészt meg most azt levezethetnénk közgazdaságtanilag, hogy miért nincsen igaza, de szerintem ez nem az a műsor. Felhívjuk Róna Pétert? Már... Hát meg nem értünk hozzá, de amúgy... Tehát közben... de nem, tehát hogy mindegy, röviden az a lényege az egésznek, hogy pontosan ez lenne a lényeg, hogy ne az emberekkel fizetessük meg ennek az árát, és én értem, hogy nagyon fáj ez a DK-nak, meg a Gyurcsányéknak, hogy lehet ezt másképp is csinálni, mint ahogyan ők csinálták, mert ugye az volt a 12 évi mantra, hogy hát nem volt más választás, ezt kell csinálni, hát be kellett vállalni az áldozatot, annak idején megszorításokat, be lehet vállalni a bankoknak is a megszorításokat, hát most bele ne halljon már egy bank, ami milliárdos profitokat hoz ki abból, hogy ilyen helyzet van, egy ilyen válságos, háborús és inflációval terhelt helyzet van, csak ezen milliárdokat nyernek, most ebből lecsípünk egy kicsit, szerintem egyik bank se fog belehalni. De azt te fizeted, nem? De azt te fizeted. Milliárdokat fogsz havonta fizetni, csak mondom, azért, hogy ez meglegyen. Amúgy, én arra nem emlékszem, ja, de érzelgősködjünk egy kicsit amúgy, mert milyen fejű volt Sűn, milyen Sűn? Angyász Sűn. Angyász Sűn fejű. Azért most mondjam megint, hogy kis fejhatározott, tudjuk, mindegy. Hogy azért ezek a következő másfél évre megvan a munkád. Ezek fognak hiányozni, mert azért ezt a hát hogy is mondjam, szellemi muníciót, hogy ki milyen fejű, ezt és sehonnan máshonnan nem fogom tudni szerintem megkapni, és amúgy na, ez fog hiányozni. Na de, Kálmán, nem emlékszem arra, hogy Kálmán levezette volna. Arató Kálmán levezette volna, amikor Brüsszelből bejelentették azt, hogy hogyan és milyen formában, milyen módon szankcionáljuk Oroszországot. És amikor felmerült mondjuk az olajembargónak az ötlete, stb., akkor én nem emlékszem arra, hogy Kálmán kiállt volna oda egy ilyen kis papírral, meg egy cuki filszol, és akkor levezette volna, hogy olajembargó, nem lesz olaj, nem lesz gáz, mit tudom én, mi nem lesz, nyíl lefelé, európai emberek, kevesebb energia, lefele nyíl, kevesebb energia, több pénz, lefele nyíl, az európai emberek fizetik meg az árat, és most az a helyzet például már Németországban, ahol egyébként ugye mindig csodálattal tekintünk arra, hogy milyen német fizetések vannak, hát most már azért tudjuk, hogy most már tényleg ott tart például Németország, hogy a benzinár olyan magas Németországban, hogy konkrétan a remek, csodálatos nyugati német fizetés is konkrétan már fájdalmas megtankolni egy autót mondjuk havonta többször, mert ez van. Én nem emlékszem erre a levezetésre, erre az ábrára, egyébként ezt nem csak ő, hanem most a kedves ellenzéki politikusoktól többet láttam ma Facebookon ezt a nagyon precízen levezetett ábrát, de hogy akkor miről van szó? Tehát, hogy az, hogy amikor Timmermans előadja azt, hogy szellőztessük inkább a ruhákat, és ne mossunk, meg ne fürödjünk, meg ne fűtsünk, meg vegyünk elő ilyen kis mécsest, és akkor abból csináljunk magunknak ilyen kis zsebkazánt, ilyen házi zsebkazánt, az teljesen rendben van. Tehát, hogyha brutálisan megdrágulnak az energiaárak Európában, azért, mert Brüsszel rossz döntést hoz folyamatosan annak ellenére, hogy jelzik neki többen, köztük egyébként a magyar kormány, hogy ember, rossz döntést hozol, akkor az rendben van, ott nincsen ilyen kis folyamatábra, ilyen kis algoritmus, ami le van rajzolva, hogyha viszont történik egy olyan döntés, meghoz a magyar kormány olyan döntést, ami egyébként a magyar embereknek jó, akkor viszont van egy ilyen ábra, ami egyébként egy nettó hazugság. Úgyhogy én megint ott tartok, és ez is fog hiányozni, hogy visszatérjek a nosztalgiához és a krokodilkönnyekhez, hogy nekem az is fog hiányozni, hogy egy csomószor ülök itt, úgyhogy nem értem. És ezek a dolgok, amikor... Na gurmájtban egy az utolsóba is elhangozzon. Igen, ez a... Ez a nem értem, tudod, és hogy ülök mindig ebben a műsorban, mert megmondom, hogy én nem szoktam megnézni előre a témákat, mert szeretek itt szembesülni vele, és hogy ülök, és így, hát én ezt nem értem. És ez az érzés, ez furcsa lesz, ha majd nem lesz. Küldök gurmait neked időnként, meg komját. Na jó, de ő se érti, úgyhogy az a különbség. Itt a kettő folyamatábra között meg az a különbség, amit már ugye szerintem mind a ketten ugyanannak a két oldalát kapargatjuk, hogy
ott a külföldi érdek baromi jól jár a magas energiaárakkal, itt meg nagyon rosszul azzal a sok külföldi bank, hogy be kell fizetni ezt a különadót. Itt a magyar emberek jól járnak, ott is jól járnak a magyar emberek, ha az energia nem embargózás kapcsán, hogy ugye lesz olaj, amivel megtankolhatják az autójukat, lesz gáz, amivel fűthetik a lakásukat, ez is nagyon fáj. Orbán Viktornak köszönhetik mindezt majd. Igen. De egyébként ehhez képest Márki-Zay Péter egy aljas pazarlónak tűnik, amikor javasolja, hogy a kádvízzel húzzák le a WC-t. Tehát ő még egy igazán liberális. Mondhatok egy utolsó szóviccet? Igen. De a pazarló azt nem úgy érted, hogy egy varázslatos nem, patás. Nem, ezt viszont nem kellett volna. Talán jobb is, hogy tovább megyünk. Szilárd iszik, jelenleg vizet. Úgyhogy mi megyünk tovább Fegyőrre, mert ő is érdekeseket mondott, ha már a parlamentben van. Tehát még hivatalba sem lépett az új magyar kormány, már is sikerült megfenyegetnie a kisvállalkozókat, a kiskereskedelemben dolgozókat és a magyar civileket. Ezzel szemben, kedves képviselőtársak, a jó kormányzásnak arról kell szólnia, hogy kiszámítható, békés életet élhet minden törvénytisztelő polgár, legyen az bal vagy jobboldali, civil vagy közszolga, vállalkozó vagy alkalmazott. Hú, hát azért Fegyőr sem lett okosabb az utóbbi időben, és akkor még finoman fogalmaztunk, hiszen az ő agya sem repeszti szét a fejét, de hát legalább tud beszélni arról, hogy milyen a jó kormányzás. Pont ő tart oktatást. Inkább azt kéne megnézni, hogy hány forint a tej, vagy mi a helyzet a naperőművekkel, vagy atomerőművekkel, vagy napelemmel, vagy micsodával. Na mindegy, inkább még mondjon néhány okosságot. Félre ne értsenek, én nem ítélem el, ha valakinek a képessége vagy ambíciója odáig terjed, hogy megmondják neki, hogy mikor és melyik gombot kell nyomkodni. De önök az országgal is ezt művelik, és ez sokkal nagyobb baj. Az elmúlt időszakban meghallgattuk többször is, hogy háborúk, veszélyek és bizonytalanság korszaka jön. Ha Ukrajnára, Kínára vagy a világ gazdaság átalakulására gondolok, akkor ez tény. Éppen ezért lenne jó, ha a magyar kormány nem fokozná, hanem csökkentené a magyar emberek bizonytalanságát. Az elmúlt évekre ugyanis a teljes kiszámíthatatlanság volt jellemző. Mi van? Az azért már kőkemény, ami most történik. Tényleg Fegyőr mondja meg, hogy ki a gombnyomó. Pont ő, akit a saját pártjából is kinyomtak, aztán most újra itt van. És ő okoskodik nekünk, és mondja meg, hogy mi az a kiszámíthatatlanság. Nos, hát az emberek eldöntötték, hogy mi a kiszámítható, és mi a kiszámíthatatlan. Az ilyen csicska párt, mint ti, a momósok, ti vagytok azok, és ti beszéltek nekünk mindenféle okosságról, hogy hogyan kéne majd csinálni. Micsoda nyíkhajok vagytok ti. Hát én mindig csodálkozom, amikor Fegyőr, mostanában ugye van már lehetőségre, hogy a parlamentben beszéljen, és föláll, és úgy beszél, mintha valaki, mondjuk őt választották volna meg negyedszerre, és kétharmaddal a háta mögött beszél arról, hogy hogyan kell kormányozni, hogyan kell viselkedni, hogyan kell az országot vezetni, rendbe tenni. Ehhez képest valami elképesztő mélységben van, és hát ugye Balázs fotózott itt egy döglött bogarat, de lehet, hogy abban is több élet van, mint Fegyőrnek a gondolataiban. Itt van, erre nem közelítünk rá. Úgyhogy számomra még mindig meglepetés ez az ember, meg az a szint is, hogy egyáltalán vissza tudják hozni azután, hogy teljesen lebőgött és kinyomták a kis csapatból. Nagyon nehéz. Nekem amúgy szívügyem Fekete Győr András, de tényleg ez már szerintem elhangzott, hogy szerintem mindenkinek van egy kedvenc ellenzéki politikusa, mert hogy a kedvencet azt értsük úgy, hogy akiről nagyon szeret fröcsögni, meg akinek rendszeresen bizonyos napok, bizonyos időpontjaiban, bizonyos helyzetekben rendszeresen kommentel az oldalára. Átolak már ott. Igen. Jártam már ott egy pár szor Fekete Győr oldalára. A komment szekcióban? Igen, de hogy alapvetően nem értettem ezt a hozzászólását, a reakciókat rá, azok tetszettek. Ha lesz folytatás ennek a műsornak, legyen az az alcíme, hogy Dezsa Balázs nem érti. De ugye ilyen rovat. De most őszintén, de most bele lehet ebbe elnőni, most akkor ki érti meg nem, de ti sem értitek, ezt senki nem érti ebben az országban az ellenzéket, és Fekete Győr András szerintem senki nem érti. De nézted amúgy... Orosz Annát mögötte, ő főleg nem értette, de mondjuk ő más sem. Fogalmuk nincs, hogy miről beszél ez az ember, de egyébként Fekete Győr András nyilván nem veszi komolyan senki. Kapott egy ilyen kuli pozíciót, most azzal, hogy lemondatták ugye a Momentumnak az elnökségéből,
de valami kellett neki, mert mégiscsak ő alapította meg a pártot, meg annak idején ahhoz a nagyon durván, brutális, undorítóan szégyenteljes dologhoz, hogy megfúrták az olimpiát, a fegyőr adta az arcát, ezért nyilvánvalóan, hát azért egy normális magyar közösségben egy normális ember az büntetést kap, hát Fekete Győr András az ő köreiben, amiket nem lehet normális magyar embereknek nevezni, ő nyilván ezért kapott egy pozíciót, mert hogy ehhez annak idején adta az arcát, nyilván a Momentum rájött arra, hogy teljesen tehetségtelen az ember, és az ő arcával soha nem lehet semmit se megnyerni, meg politikai sikereket elérni, úgyhogy most őt lefokozták, és így beültették a parlament, vagy akkor jó, mondjad majd, úgyse fog rád figyelni senki. De egyébként Fekete Győr András az a, pontosan az az ember, akin az látszik, és nyilván ő próbál határozott férfi embernek tűnni, mint ahogy egyébként Karácsony Gergely is sokszor próbál, amikor tudod olyanokat mondani, hogy jó, ki nem szarja le, hogy mit láttunk a izén. Ez egy gyenge ember, ez egy gyenge embernek a reakciója. Fekete Győr Andrásnak minden egyes felszólalása eddig, amit tett, az egy gyenge ember reakció. Egy olyan emberi, akinek fogalma sincsen semmiről, viszont nagyon nagyokat akar mondani, annak érdekében, hogy bebizonyítsa, hogy miért jobb neki ott, mint egyébként a Momentumnak az élén. Ez már ilyen mély lélektan, ilyen pszichológia. Erről szól ez az egész. Ez egy szerencsétlen, elveszett, csicskagyász, töketlen ember, ahogy egyébként Karácsony Gergely is. Teljesen mindegy, hogy mit mond. Fekete Győr Andrásnak, és Karácsony Gergelynek is tegyük hozzá, de Fekete Győr Andrásnak nagyon jó egyébként, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, és nem ő, mert ugye neki is voltak hasonló ambíciói, mert Fekete Győr András hátradőlhet, felveheti a brutálisan jó fizetését a parlamentben, és még Isten tudja, hogy egyébként a háttérben milyen alkukat tud majd megkötni az elkövetkezendő ciklusban, fölveszi a brutális pénzeket, mindeközben semmilyen felelőssége nincsen abban, hogy mi történik ezzel az országgal, hogyha valami jó, akkor azt kritizálhatja, hogyha valami rossz, akkor pedig felemelheti a két kezét, hogy nekem nem volt ebbe beleszólásom, én nem csináltam semmit, mert az Orbán volt az, aki csinált. Ő nagyon jó pénzért a látszat, lázadó, áltökös szerepet fel tudja venni, ami mögött nyilván tökök nincsenek, amúgy minden más van, főleg csicskaság. Ez tényleg ilyen lélektani volt. És így van, tudom, úgyhogy inkább tovább is engedem. Én nem akarok ebbe belerontani. Mondtam, hogy ne hagyjatok engem fegyőről beszélni. Azt akartam mondani, hogy Szilárdnak biztosan hiányozni fognak ezek a kis... Ezek a körboldatok. Ezek a három, ahogy ugye a galeriba szoktuk mondani. Igen, a három percesek, igen. Nem, egyébként nem bánom. Örkénynek egy percesei voltak, nekem három perceseim vannak, ez bocs. Nyilván jobb vagy, mint Örkény. Legalább háromszor ugye. Jobb. Nem én mondtam. Igen. Kiváló. Ugye az a baj, hogy egy ilyen körmondatban nagyon nehéz nem belefoglalni mindent egy fegyőr alkatú emberről. És azért én úgy érzem, hogy lábjegyzeteket kérem. Nem kiegészíteni akartalak, hanem annyit akartam mondani, hogy Fekete Győr Andrásról három percet beszélni, bármit mondasz, az óriási teljesítmény, úgyhogy sokkal többet is tudok. Az életben először fogad őszinte gratulációimat, mert az egész emberben nincsen szóval három perc, úgyhogy gratulálok, hogy ez sikerült. És mehetünk tovább. És köszönöm. De egyébként tényleg ilyen fehér köpenybe kellett volna jönnöd, mert ez ilyen teljesen... Ilyen tudós vagyok, nem ilyen egész nap ilyen fehér köpenybe mászkál. Mint aki így kijön egy ilyen pszichoanalízis után, hogy hát itt most komoly a probléma. De egyébként fegyőrni... Tanulmányozom a fickót. Amúgy még csak röviden a Momentumról annyit, hogy nem furcsa az, és akkor most ne fegyőről beszéljünk, mert annyi időnk most nincs, hogy újra kezdjük ezt a három percet. De hogy... kiről vannak még ilyen bekészített egy perceseid? Ezt nem mondom el előre, mert akkor nem kapok szót. Na, szóval csak annyit akartam még mondani, hogy nem furcsa az még mindig, hogy Fegyőr itt pojátszáskodik, de közben a párt új elnöke, Donát Anna, szerintem egy csomóan elfelejtik, pedig azt mondják, hogy ő mekkora hatalmas tehetség, meg ő lesz majd az új vezetője az ellenzéknek, ehhez képest kinnő Brüsszelben, és nem nagyon hallunk róla, csak néha fröcsög egyet-egyet így, ami egy kis hazaárulásra okot adhat. Én őszintén nagyon örülnék neki, hogyha nem hallanánk Donát Annáról, mert amikor eddig hallottunk róla, az azért elég durva volt, és nagyon morcos voltál itt a videós bejátszókban, amikor hallottunk Donát Anna felől, úgyhogy én nem bánom, hogy ő nincsen. Egyébként biztos, hogy van, mert hát most ezekben a hetekben nagyon erős, sőt, pont láttam is egy videóját most a napokban, hogy megint valamilyen szankciók miatt kampányolt kint a Brüsszelben, illetve vagy Strasbourgban valamelyik ülésen. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogy
ők ezt még nyomni fogják a következő 2,5 évben nagyjából, vagy 2-2,5 évben, ami az EP választásokig még hátra van, és nem fogadják meg a tanácsainkat, nem néztek elég karantént, és nem fognak beleállni abba, hogy végre esetleg Magyarországért is politizáljanak, és ez ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, ebben a háborús helyzetben, ez különösen veszélyes. Eddig is nagyon alja volt, de innentől meg már veszélyes is, úgyhogy most már nem csak ön, hanem közveszélyesek is, és ez baj. De most rosszabb helyzetben lesznek, mert nem kapnak tanácsot innen már, úgyhogy igen, majd máshonnan úgyhogy fogjuk osztani. Úgyhogy majd a 10% alá is beesik a teljes ellenzék. Donát Anna sokkal okosabb, mint Fekete Győr András, egyébként szerintem ezért ment el Brüsszelbe. Ezt tegyük hozzá. Másik meg, hogy egyébként én sem, annyira nem figyelem a Facebook oldalát meg, hogy miket fröcsög, de hogy ugye most jól hallom, akkor édesanyja lesz Donát Anna, tehát hogy és egyébként Isten áldja Donát Annát és a születendő gyermekét is, és én nagyon remélem azt, hogy amikor majd a kezében tartja a reméljük teljesen egészséges és hosszú életű újszülött gyermekét, akkor rájön arra, hogy miért fontos a család, miért fontos a haza, és miért fontos az az egész, amivel egyébként eddig szembe ment. Nem gondolom azt, hogy az emberek nem tudnak megváltozni, de nagyon remélem, hogy ez egy kicsit az értékítéletét, a dolgokkal kapcsolatos hozzáállását egy új irányba billenti, és hosszú életet, jó egészséget kívánok mind a kettőjüknek. Bocs, csak egy profán közbeszúrásom hadd legyen még itt az anyai örömökhöz, hogy akkor remélem, hogy elbeszélget a botmixeres barátnőjével is itt a dolgokról, mert az engem nagyon érdekelne, hogy most hogy néz neki egy ilyen beszélgetés Cseh Katalinnal. Most akkor nem röhögnének akkor át ezen, ugye? Mert igen. Lehet, hogy ilyenkor például azért valóban megváltozik. De hát jó egészséget kívánunk nekik, viszont a Momentumtól tovább megyünk a Jobbikhoz. Ott pedig sok minden történt, de felvezetjük Lukács elvtárs egyik okosságával. Orbán Viktor veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe kormányozza az országot, volt a tömeges migráció, bevándorlás okozta veszélyhelyzet, egy egészségügyi veszélyhelyzet, most pedig előjöttek rögtön egyébként az első felhatalmazások után azzal, hogy legyen egy ilyen újfajta veszélyhelyzet, aminek én lehetne létjogosultsága. A felhatalmazások után ugye a negyedik kétharmadot ők úgy gondolták, hogy a kétharmadot, az emberek úgy látják, hogy ez a kormány cselekszik. A kétharmadot szerintem az emberek arra adták, hogy a törvényhozás keretein belül parlamentáris szabályokon belül, és a törvényhozásban, és ez törvényekről, nem rendeletekről szól, legyen felhatalmazás azoknak a képviselőknek, akikben vannak. Én nem hiszem, hogy az emberek nagy többsége arra adott felhatalmazást Orbán Viktornak, hogy ne a parlament hozzon jogszabályokat, hanem valamilyen, és attól a nagy többségi szándéktól sokszor eltérő rendeleti kormányzást hozzon létre, mint amit a koronavírus járvány alatt láttunk. Világos, hogy Magyarországnak a békéjét biztosítani kell, világos, hogy azokat, akik menekülnek a háború elől, azokat meg kell segíteni, de hogy eddig is működött ez Magyarországon, Magyarországnak a rendje eddig is biztosított volt, és a menekülteket is el tudtuk látni. Tehát én például nem látom azt a felhatalmazást, amivel most élni szeretnének. Na hát, Lukács Bajtárs, te aztán igazán legény vagy a gáton. Egy igazi furkó jobbikos megmutatod, hogy miért van szükség még mindig erre a pártra. Ja, nem? Beszélsz itt a különleges jogrendről, hogy a koronavírus alatt sem kellett volna, itt okoskodsz, hogy az emberek érzik, hogy nem kellett volna ez a felhatalmazás. Na de ha érezték, meg érzik, akkor most miért jött megint egy negyedik kétharmad? Miért gondolták mégis úgy az emberek, hogy nem nektek, hanem a mostani kormánynak van igaza? Na erre kéne válaszolni, de nem megy, még itt ebben a műsorban is leégtél, pedig próbáltál ám okoskodni rendesen. Az a baj, hogy nincs szükség rátok. Nincs szükség erre a pártra, mert már rég nem vagytok nemzeti, radikális meg főleg nem. Sima kommunisták lettetek. A szarfajtából sajnos. Na hát igen, egy kicsit ilyen szókimondóvá vált. Ugye a vlognak ez a része, ez mindig ilyen. A szarat nem csúnya szó? Nem, de itt bent nem beszélünk így, csak néha. Úgyhogy inkább arra térnék vissza, mielőtt most rámegyünk a mamuszos történetre, mert hát a Jobbiknál azért tovább léptek egy fokkal az erőszakolós csapat. De beszéljünk egy nagyon picit erről, amit itt a Lukács László György mondott, mert hogy nekem nagyon furcsa az, hogy valaki arról beszél, hogy szerinte az emberek egyébként mire adnak felhatalmazást, és hogy korábban nem arra adtak, de akkor most tényleg még egyszer, akkor hogy lehet, hogy mégiscsak kétharmadot kapott a Fidesz, akkor csak úgy gondolták, hogy a koronavírus járvány alatt jól döntött a kormány, és jó intézkedéseket hozott. A másik meg az, amivel kezdte, amit itt is beszéltünk a bejátszó alatt, hogy
Orbán Viktor kormányozta veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe az országot. Tehát nyilvánvalóan akkor a külső körülmények, meg az orosz-ukrán háború is az ő hibája, plusz a koronavírust is ő indította el, gondolom, amikor az egyik olyan napon, amikor nem akart más csinálni, akkor így kitalálta, hogy jöjjön a koronavírus. Gyorsan kifejlesztette. Igen, ott van ez valami elképesztő ostobaság. Másrészt megmutatja azt is, hogy valójában a válaszok jók voltak, az emberek így érzik. És feltenném a másik kérdést is, hogy vajon mi lett volna, ha ezeket a válságokat a migráció, a koronavírus és ez a háborús a baloldal vezetése alatt éltük volna meg? Hát elmondom, alapvetően szerintem fegyvereket küldtünk volna a koronavírusnak, tehát úgy kezdődhetett volna az egész. Szép. Amúgy ugye volt már egy ilyen vészhelyzet, amit hirdetett a kormány ugye a járványhelyzet alatt. Én nem emlékszem, vagy nem látom, hát mondjuk itt élek Magyarországon, de úgy nem érzékeltem, és nem azért, mert itt a Pesti TV stúdiója az ilyen burokban van, hogy ezzel visszaélt volna valaha is a kormány. Ez arról szól, ez a vészhelyzet. Ja, ilyen posztokat láttam amúgy ezzel kapcsolatban, hogy Európa térkép, és akkor országok, amelyek a Fidesz szerint belesodródtak a háborúba, ugye egy csomó ország ki volt emelve kékkel, amelyikek egyébként a mai napig is küldenek fegyvert rendszeresen Ukrajnának, és akkor az ország, amelyik egyébként háborús vészhelyzetet hirdetett, és ugye csak Magyarország volt ott kiemelve. Ugye ezt tudjuk, ez mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy itt belesodródtunk volna a háborúban, mint az, hogy a kormány reagálhat gyorsan, és meghozhat gyorsan olyan döntéseket, amelyeket megkövetel egy válsághelyzet, akár egy járványhelyzet, akár egy háborús helyzet. Úgyhogy ez nem erről szól, és ugye eddig is voltak ilyen intézkedések, amikből tulajdonképpen jól jött ki az ország, tehát és eddig sem élt vele vissza a kormány. Amúgy meg teljesen mindegy, hogy mit mondanak, bármelyikük mit mond. Fogalmuk sincsen, hogy hogyan kell egy országot irányítani, hogy bizonyos helyzetekben milyen döntést kell meghozni, hogy hogyan kell egy válságot kezelni. Nincs tapasztalatuk benne, fogalmuk sincs. Akinek meg van, annak bár ne lenne. Akinek, igen. Fegyvert akarnak küldeni, magyar katonákat akarnak küldeni, részt akarnak benne venni, tulajdonképpen még éppen, hogy csak azt nem mondták ki, hogy azonnali hadat kellene üzenni egyébként Oroszországnak, tehát tulajdonképpen ezen kívül már majdnem minden elhangzott. Volt olyan, hogy katonákat vagy kicsodákat kellene küldeni, akiknek nem anyák az anyjai, vagy valami ilyesmi elhangzott Potocskánétól, hogy nem anyák gyerekeit kellene küldeni, hanem katonákat vagy nem kicsodákat. Nem tudtam, mi az a hivatásos katona. Tehát akkor ugye az a dolguk, hogy feláldozzák az életet. Csak mondjuk, hogy valahol hivatásos katonákat küldesz, az mondjuk olyan hadicselekmény. Tehát azért tegyünk rendbe dolgokat, tehát a vészhelyzet az nem ez. A vészhelyzet az lenne, hogyha ők kormányoznák az országot, az lenne a vészhelyzet, amit nem is kellene kihirdetni, az csak úgy simán lenne, és akkor nagyon nagy bajban lennénk. Most ugye a veszélyhelyzet kapcsán azért az fontos megjegyezni, hogy nagyon sok európai országban még a koronás veszélyhelyzeti rendelkezés van érvényben. Tehát, hogy azért nincsen háborús veszélyhelyzet, mert ki van hirdetve még az előző veszélyhelyzet. Tehát, ez már egy halmozott. Igen, ez egy halmozottan veszélyhelyzetes történet. Ugye itt azt kéne először meglátni, hogy ki sikerült kiérnünk a koronavírus járványból elég hamar Európához képest. Szerencsére. Bár így sem elég hamar, hiszen az a legjobb, hogyha egy hét alatt vége az egésznek, aztán jó. De nem így lett. Tudjuk, hogy az USA-ban még mindig küzdenek a bizonyos államokban, például a Covid intézkedésekkel. Ugye, na mindegy, tehát hogy a lényeg az, hogy nálunk ez már egy másik helyzetre való reakció, nyilván ugye ez egy másfajta intézkedést is igényel a kormány részéről. A másik fele a dolognak, meg amire már te is utaltál, hogy azt úgy nem tudom elképzelni tényleg, hogy a nagy elszigeteltségébe egyébként Orbán Viktor ült otthon, és akkor nem tudom, az én kis kémikus leszek készletével megcsinálta a koronavírust, aztán ráengedte a világra. A kis háború határozóval. Igen, és a háborús kis kártét felcsapta, és akkor hopp, Ukrajna, na, és akkor vagy nem tudom, nézzé, földgömbdác, és akkor hopp, na hát akkor ide esett le, akkor most kezdjünk itt egy háborút. Tehát az ilyen elég fura. Mi megpörgette a földgömböt, és ahova a szivarfüst ment. Igen. Tehát ezek az összeesküvés elméletek, ezek rettentően szórakoztatók, mind a mellett, hogy egyébként semmihez sincsen ereje a narratíva másik felében, ugye, amellett az összes globális folyamatot Orbán Viktor irányítja, úgy tűnik az ellenzék részéről. A lényeg az, hogy ez a veszélyhelyzeti hát kapálózás, amit csinál az ellenzék, az egy ilyen teljesen beteg, kicsavarodott dolog.
ami a saját tehetetlenségüknek a palástolására megy ki, mert hát ahogyan már te is mondtad, nincs tapasztalatuk, és ugye akinek meg van tapasztalata, annak meg bár ne lenne. Akkor nagyon röviden beszéljünk még itt a Jobbik partvonalán erről a mostani akcióról, mert Potocskánét már említettétek, ugye a hivatásos katonák nyilván arra vannak, hogy feláldozzák őket, tehát neki ilyen gondolatai vannak, na de még állítólag ő is szembe ment Jakab Péterrel, aki szerint ez egy pucs. Mit szóltok ehhez, hogy a Mamuszost félreállították? Hát most mintha nem számítottunk volna erre. Amúgy nyilvánvalóan azt elégelték meg, hogy ezt most ki kezdeményezte meg, minden jó, lehetne erről beszélni. De bocsánat, te számítottál arra, hogy ennyi tökke lesz a maradék Jobbikosoknak? Én reménykedtem benne, tehát helyesbitek nem számítottam, de nagyon reménykedtem benne. Mert azért, amit a Jakab leművelt az elmúlt tulajdonképpen talán egy évben már az előválasztás időszakában. Mellette, ez nem helyezkedés? De lehetséges, hogy tartottak tőle, mert tudták, hogy milyen ember. És ugye az újra szerintem talán volt egy ilyen remény lehetett a Jobbikosokban, hogy majd amikor tisztújítás lesz, akkor leválthatják úgy Jakab Pétert, hogy Jakab Péter ugye előtte, ugye mindenki nyilván dörgölőzik hozzá, mert félhettek tőle a pártban esetleg, tarthattak attól, hogy ő milyen retorziót fog alkalmazni, viszont reménykedtek egy tisztújítás lehetőségében. Azért ez a tisztújítás sem volt annyira fair és sima, hogy ott voltak mindenféle ilyen fantom szervezetek, amiket Jakab megszervezett, hogy majd ő maradhasson pont a pozícióban. Micsoda véletlenek és érdekes egybeesések vannak, és biztos vagyok benne, hogy ez is már olyan volt, hogy ez nem tudom, hogy ebbe belementek volna a Jobbikosok, hogyha olyan ügyek nincsenek, hogy például a Mamuszos Enikő, hogy tulajdonképpen hasraütésszerűen hoz olyan döntéseket a pártban, amire egyébként nem nagyon lenne felhatalmazása alapvetően, stb. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogyha én egy Jobbik lennék, már pedig hál' Istennek nem vagyok, de hogyha az lennék, akkor nekem is tőle lett volna vele a tököm, mert gondolom őszintén, hogy ilyeneket, ilyen döntéseket hoznak meg, de pontosan erről beszélek, hogy a tisztújítás, én nem tartom ezt a tisztújítót, ezt a döntést Jakab Péter újraválasztásáról egy nagyon fair játéknak, hát azt, ahogy egyébként itt a Pesti TV-ben is sokat beszéltük, a Pesti Srácok is megírta, itt azért fantom szervezetek voltak, amiket Jakab Péter azért hozott létre, hogy őt hatalomban tartsák, tulajdonképpen Jobbik is az lehet, úgyhogy én nem vagyok ezen meglepődve, most az a nagy kérdés még egyébként itt nekem, hogy vajon ezeket ki irányítja, ezeket a szálakat, tehát hogy lehetséges, hogy egy Gyurcsány is van a háttérben, akinek mondjuk kellemetlen lett-e Jakab Péter, és azért történt mindez, vagy ténylegesen egy alulról szerveződő dologról van szó, és tényleg megelégelte a Jobbik, mint olyan, hogy most akkor Jakab Péter terrorizálja a pártot, már pedig valószínűleg azt csinálja, és ugye az is, posessatok meg, az is egy fontos dolog volt, az Őr Balázs három perceseit, hogy az is egy fontos dolog volt, hogy anno a Enikővel a kis szerelmi kapcsolata, stb. Arra sem adott reakciót, mert úgy érezte, hogy mindent megtehet. Egy kiskirály volt, ugyanakkor meg egy büdös paraszt mellette, aki elidegenítette az embereket, és elveszített hány mandátumot, meg hány százezer szavazót a Jobbiktól. Úgyhogy itt azért a bukás az most már aktuális. Annyi, hogy felvetetted a háttérben meghúzódó Gyurcsány szállat. Ugye ezen direkt nem akartam így mondani. Az ominózus eseten elhangzott az a kijelentés, hogy a Feri ezt azonnal meg fogja tudni, hogy mi folyik. Igen. Itt, úgyhogy ezt azért érdemes megjegyezni. Feri a hegyről, aki ugye. Igen. Viszont muszáj tovább lépnünk, mert nagyon fogy az időnk, csak annyit zárásként, hogy én a becsület szállat ezt mindenképpen elvetném, mert ezek az emberek eddig mellette álltak. Most van valószínűleg az a pillanat, amikor azt mondják, hogy inkább kihátrálunk mögüle, mert hogy Benteni akkor még a menthetőt? Valamit... Hát igen, tehát hogy aki lehet. Ott maradt eddig mellette... Mind a 3%-ot. Azt, visszavonom azt, hogy ez nem tökös, hanem... Visszaveszem a fehér köpenyemet, és akkor megpróbálom egyszer meg. Jó, hát mindjárt lesz még lehetőség, nagyon gyorsan Tordai Bence érkezik. Tartsák be az Orbán kormány tagjai az alkotmánybírósági határozatokat, nyújtsák be azt a 13 indítványt, amelynek segítségével az országgyűlés, illetve a kormány teljesítheti ezeket a mulasztásokat, és egyéb iránt pedig próbáljanak kivételesen nem csak a pénz és a hatalom szempontjait figyelembe véve kormányozni, hanem a zöld jövő, az igazságos és szolidáris Magyarország
a magyar emberek érdekében is időnként tehetnének néhány lépést. De ez már érzem, hogy túlzó elvárás, ugyanakkor az Alkotmánybíróság döntésének teljesítése az a minimum minimuma, és ez az, ami elől nem futhat meg Orbán Viktor és kormánya. Hát Benyóka, úgy látszik neked tényleg nincsen más feladatod, mint üres szavakat a pusztába kiáltani, ezt viszont folyamatosan és jól csinálod, mert hát ugye mögötted van az egészen 0,3%-os párt, a Párbeszéd, és ennek nevében te többségről beszélsz, mintha mögöttetek állna az egész ország, és akkor jönni szoktak a Kamuka Párbeszédnél, Karigerinél, hogy 1% a 99% ellen, és ezt ha megfordítjuk, akkor stimmel is, mert ti vagytok az 1%, de persze csak akkor, ha felfele kerekítjük. Úgyhogy hagyjuk a Kamukat, hagyjuk a zöld és igazságos Magyarországot, mert az emberek döntöttek erről, és nem hiszik, hogy ti vagytok a letéteményesei. Egy dolog viszont biztos, ti nem vagytok se zöldek, se igazságosak, viszont még a talpatok is vörös. Ilyen egy igazi szélsőbaloldali trógerpárt. Szevasz, Benyó! Benyótól elköszöntünk ezzel az utolsó bejátszóval, és nagyon röviden beszéljünk erről a kedves kis csapatról, mert még egy apró témánk lenne, de azért Tordai Bence érdekes, hogy még mindig megélhet. Egyrészt egy ilyen mínusz 1%-os pártnál, másrészt folyamatosan bekerül a parlamentbe. Egyébként ezt mindig elmondom, hogy a Párbeszéd a legértelmesebb párt még a baloldalon abban a szempontból, hogy abszolút, a szükséges abszolút minimumot sem teszik meg, vagy érik el, és így is egyébként van egy saját frakciójuk, úgyhogy valamit nagyon jól csinálnak. Én ezt már csak ennyit szeretnék hozzátenni, mert szerintem a Párbeszédről, ahogyan Fekete Győr András volt te, úgy mi a Párbeszédről indokolatlanul sokat beszéltünk az elmúlt két évben. Én ennyit tudok a Párbeszédről, amúgy, hogy én néha vannak olyan példák, amikor annyira nem figyelek oda, vagy csak egy mondjuk olvasok híreket. Éppen, és én általában így összeszoktam keverni Tordai Bencét, Jakab Péterrel. Mind a kettő ugyanannyira gusztustalan, fúj, hányinger, büdös bongó. Majdnem mondtál valamit. Majdnem mondtam valamit, de hogy nem, így összeszoktam őket néha keverni, és akkor néha azért így rácsodálkozok, hogy mi? Jakab Péter a Párbeszédben van, de hát mióta? És akkor rájövök, hogy á, nem, de hát az a Tordai. És akkor ez így oda-vissza keveredik bennem, mert két nagyon hasonló karakterről van szó, akiknek egyébként semmi helye a parlamentben, de hát nem az én tisztem ezt sajnos eldönteni, vagy szerencsére, mert na mindegy, akkor máshogy lenne egy-két dolog. De szerintem a Párbeszédre teljesen fölösleges beszélgettünk meg Tordai Bence. Nem, az a helyzet, hogy lehet, hogy csak itt nagyon felcseszném magam most. Pedig már lassan megtörtént. Eszembe jutott, amikor favágóinkbe ott kötözködött Kovér Lászlóval, Láder Jánossal, tehát hogy ez a fajta ember, ugye, ha már Jakabot mondtad, akkor ő meg igen, a politikai teljesítmény nyilván nincsen, tehát neki mindig fel kell hívnia valamivel a figyelmet magára, mert mindig az van, hogy felhívja magára a figyelmet, akkor beszélünk róla, hogy egyébként sajnálatos módon most is beszélünk róla, és akkor 3-4 percet mindenki beszél róla, aztán ez nyilván lankad, mert hát meg ő is, ugye ez mindegy, ezt össze tudnám kötni. Mégis ott vannak 6-7 képviselővel a parlamentben egy ilyen párt. Semmit nem csinál a Tordai Bence, most semmit is elviszi az időnket. Tényleg beszéljünk már másról. Csak egy perc tényleg röviden arról, hogy mai hír ugye, hogy az egyik ukrán potentát azt mondta, hogy hát egyébként Magyarország a Barátság kőolaj vezetékből kapja itt az olajat, a gázt, és hogy reméli, hogy történik valami ezzel, de egy nem is annyira burkolt fenyegetés, ez csak tényleg nagyon röviden válaszoltuk, mit gondoltok arról, hogy ez nem túlzás most már egy kicsit, nem először. 750 ezer ukrán menekültet fogadtunk be eddig. A Magyarország ugye 10 milliós ország, ehhez képest ugye 750 ezer, tehát közel lassan 1 millió emberről beszélünk, ami a ország lakosságán az egy tizen, akiket befogadunk, egyébként nagy szeretettel, és reméljük, hogy biztonságban lesznek itt, és tudnak boldogulni a jövőben, vagy itt, vagy tovább mennek, vagy hazatérnek, hogyha lehetséges. Erőnkön felül teljesítünk annak érdekében, hogy humanitárius segélyt nyújtsunk ezeknek az embereknek, és egyébként Kárpátaljára folyamatosan humanitárius segítséget küldünk. Úgyhogy amikor ilyen fenyegetések vannak egyébként Zelenszky elnök úrtól is, ugye kapjuk a savat rendesen, a ukrán nagykövettől is kapjuk a savat rendesen, teljesen alaptalanul azért, mert nem küldünk emberi élet kioltására alkalmas eszközöket egy háborúba, ami egyébként valószínűleg csak eszkalálna a konfliktust, úgyhogy most ezt nem fejezem be, ezt a gondolatot, üzenném ezeknek az embereknek, akik ezt mondják, hogy 750 ezer menekült, folyamatos humanitárius segítségnyújtás, és valószínűleg, hogyha Zelenszky menekülne, akkor őt is befogadnánk, mert
mi ilyenek vagyunk. Sőt, ráadásul ezt az illetőt is, aki ezt megfogalmazta valószínűleg, biztosan nagyon félnek, vagy meg vannak rászkódtatva az ukránok is most már egy több mint 3 hónapja dúló háború miatt, de azért az nem indokolja, hogy számukra támogató és barátikhez jobbot nyújtó országot fenyegessenek, mert ennek semmi értelme sincsen, meg hát nem is túl emberséges, hogyha így fogalmazok. Hát és most jött el a pillanat, srácok, ami közhe ide vagy oda, de tényleg torokszorító, úgyhogy szeretném nektek megköszönni, hogy közel 2 éven keresztül itt együtt koptattuk ezeket a kényelmes székeket, és segítettetek elemezni ezt a sok furkót, és hát mindenkinek szeretnénk megköszönni, rendezőknek, operatőröknek, mindenkinek, aki itt volt, és természetesen a lehetőséget is a pestisrácok.hu-nak, Huth Gergőjéknek. Úgyhogy reméljük, hogy találkozunk még ilyen formában is a vlogot, azt folytatjuk. Jövő héten ott is találkozunk, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, Karantén Vlog. Vigyázzatok magatokra, legyen szép hétvégétek, és hétfőn kedden még van Pesti TV, úgyhogy találkozunk. Köszönjük nektek ezt a 1,5-2 évet, mert nélkületek ez nem jöhetett volna létre, és nem nőhetett volna így ki. Sziasztok!